Együttműködő partnerünk a Bács-Kiskun megyei önkormányzat. Petőfi Sándor édesapja Petrovics István 1844. október 1-én érkezett Szalkszentmártonba. Először a Dunamenti révcsárdát tudta bérelni, majd 1845. április 24-én nyílt lehetősége, hogy a falu központjában található mészárszék és beálló vendégfogadót bérelni tudja, és kereken egy évig árendába vegye a Szalkszentmártoni községtől. Egy év alatt annyi bevételük sem termelődött a mészárszék bérléséből, hogy az egy éves bérleti díjat ki tudják fizetni a bérbeadónak. Így az elköltözést megelőző napon egy árverésen használati tárgyaikat el kellett adniuk. Ezek a használati tárgyak nem csak Petrovics István és Rúz Mária mindennapi tárgyai voltak, hanem Petőfi Sándor által használt tárgyak is. Ezeket szalkszentmártoni lakosok vásárolták meg, és később a múzeum megnyitásakor került vissza méltó helyére, így 18 relikviát őriz a múzeum. Petrovics István szerette volna, hogyha a család által több generáción keresztül már ezt a mesterséget a gyermekei is folytatják, viszont Petőfi Sándor testalkata, művészi vénája nem volt alkalmas arra, hogy ezt a szakmát az édesapa kérésére vagy kívánságára tovább vigye. Ezért ez egy folyamatos konfliktus volt az apa-fiú között. Írt is erről egy verset, az apám mestersége és az enyém címmel, amiben folyamatosan azt próbálta kifejteni, hogy ugyanaz a két mesterség, csak más eszközökkel próbálja az édesapa és a költő, mint a tollával a munkáját végezni. Petőfi Sándor a felvidéki utazásai után érkezett először Szalkszentmártonba 1845. július 12-én. Július 13-án pedig megírta édesanyjának a Fekete Kenyér című verset, amiben kifejezte az anya iránt érzett mérhetetlen nagy szeretetet. Petőfi Sándor ezután újra útra kelt, és majd csak novemberben költözött haza a szülői házba. Tehát 1845. novemberétől 1846. április 24-éig tartózkodott közel 5 hónapot Szalkszentmártonba. Ekkor a fiatal költő 22 éves volt. Ekkorra már megérte első sikereit, viszont folyamatosan harcban állt a kritikusokkal, és tulajdonképpen magányra vágyva menekült a vidék nyugalmába Budapestről. Múzeumpedagógiai foglalkozásaink folyamán szeretnénk a látogatókat élménykonyhával, kézműves foglalkozással és egy csipet irodalommal várni, ezért a Fekete Kenyér című vers ihlette a munkatársainkat, ami több évtizedes múltra tekint vissza. Az alföldi parasztkonyha eszközeinek bemutatása után a látogatóknak lehetőségük van a kenyér dagasztás és a kenyér tészta kinyújtása után a szabadkéményes konyha kemencéjében a kenyeret kisütni. Ezzel is lehetőséget biztosítani a hagyományőrzésre, a házi készítésű ételek megbecsülésére. Ezen kívül csigatészta készítésre is van lehetőség, ami a lakodalmas ételek fontos része volt. Az emlékkiállítás 8 kiállító térrel rendelkezik, ebben a mészárszék, az uradalmi kocsma, a hozzátartozó pince, a szabadkéményes konyha és 3 kiállító tér
az, amivel gazdagodik. Itt nem csak a Petőfi és Petrovics István által őrzött relikviák tekinthetők meg, hanem Szalkszentmárton néprajzi tárgyait is őrzi a múzeum. Azon kívül az udvaron látható beálló kocsiszín, ami alatt régi járművek, ökrösszekér, ekhosszekér tekinthető meg, látható az udvaron jégverem, és ezek mind olyan autentikus környezetet biztosítanak, olyan élményt adnak a látogatóknak, amivel csak gazdagodni, tudását bővíteni tudja. Együttműködő partnerünk a Bács-Kiskun megyei önkormányzat.